Köszöntök itt mindenkit következő kazmatázós részünknél. Most kicsit hamarabb jön a következő rész. Most ugye a 13. emeletet mivel kivittem, ezért abból egy montást akartam csinálni, azt hamarabb, de mivel milyen sokan elkezdték gyűjteni ezeket az új epikus cuccokat, például Nabil is már kapott kettőt, így én is szeretnék, szóval ez lesz most, illetve már beraktam hamarabb a örök életi talált, ugyanis a gyűjtőalbumba kivittem a kasztokat, az összeset, ugye az értéktár is 100% már csak a szörny hiányzik, és akkor valakit csak ezáltal bírtam leverni. Oké, na nézzük, először is lehúzzuk a WC-t. Ugye 41. óránál vagyok. Hát, hogyha kapok belőle valami jó epiket. Nézzük. Kaptam egy cipőt. Ó, az jó. Csak kell bele, majd rágok 5-18. Páncél az elég gyenge amúgy. Nem tudom. Mondjuk 10%, de 4-10. Hát van is bele drága kövem. Felrakjuk. Rakjuk fel. Én azt mondom. Ezt meg ugye a felsegítőmnek. Így 64. Egyértelműen jobb. Nagyon jó, ezt meg majd a WC-be bedobjuk. És akkor szerintem ugye megvan ennek a kulcsa most. Ja, hoppá, még ugye az forgószélnél 273-as szinten vagyok. Itt már egyébként elég erősek az ellenfelek. Sikerült, 260 valamennyinél volt az első, amikor levert. De most ugye van örök életi talámi, szóval ez nekem kéne bekövetkeznie. Nem hiszem, ide gombát nem hiszem, hogy fogok pazarolni. Itt három epiget kaptam eddig. És ez egy volt használható. Oké, szerintem nézzük ezt a pokol. Hát ez... A régi... emlékek visszatérnek. Bár ugye... Tehát itt kezdtem el a... azért hamarabb is, de a normális részeket itt kezdtem el, és... Itt ezeket nagyon bedaráltam, emlékszem ott... 200-as szint környékén. Na most is jó lenne, bár rögtön faillal kezdek. Nézzük, ez viszont szerintem meg lesz, bár kellek hozzá, szóval. Nem lefutott, de hát így is van, és egy... Már nem mondtam, hogy jó epik nekem, de... A harcosnak, hoppá, ide. Hát jó, majd még, neki még kéne drága kő más tárgyba is. Hát akkor menjen ez a második. Aztán az Aetheroszt is be kéne támadni. Úgy gondolom. A heteset. Jaj, ez nem sokon múlott. Nézzük majd most, hát hogyha. Nagyon jó, 6 millió igazából ennek meg kéne lennie, bár ha ez crit lett volna, az fájt volna. Nézzük, ez nekem egy mindenhez adó tárgy, és el is értem 325-ös szintet, és pont ide kaptunk, ez kár. Inkább adott volna valami jó epiket, új fajtát. Arra fáj most igazából a fogam. Igazából jó fegyver kéne abból, bár most fegyverem az van jó. Lehet, hogy olyan helyre kéne, ahol gyengébb a tárgyam. És ez mi volt ez a támadás egyébként? Érdekes volt. Rengeteg HP-ja megmaradt. Ez ilyen erős lenne? Hát mondjuk van 40 000 kitartása. Kvittelni kéne. Hát 40 millió. Úristen, és még nagyot is üt ráadásul. Na jó, még egyet akkor ide. Lehet már feladja a leckét.
Ez az mágus krittej, barátom, krittej. 25, na. Hát, oj, nem krittelek. Na jó, még egyet. Nem krittelek, az nem jó. Na, nézzük. 30, hát. És még egy krit kéne. Aj, ezt túl kellett volna élni. Na jó, majd visszatérünk lehet. Nézzük ezt az Aetherost, én azt mondom. Na, gyengébbre emlékeztem, bár... sosem lehet tudni. Hát elég erős egyébként. Krittel is, akkor meg pláne, tehát... ez nagyon kicsütés volt. Sajnos viszi a gombát, hát ez lehet akkor majd a következő részben lesz meg. Háj, nincs krit, nincs krit. Akkor lehet itt még a cirkuszban megnézzük ezt a hatost. És nézd, meg lesz, gyerekek! Nem kellek hozzá! Na ezt akkor nézzük meg szerintem becsületből. Már nem nagyon remekel a harcos, nézzük, lehet a mágus krittel végig. Mágus krittel, gyerekek, azért az oda tette magát, és ezt majdnem a feléről oldja meg Kunigunda. Hát ez figyelemre méltó szerintem. Nézzük is, milyen epiket kapunk. Jaj, de kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok. Egy nagy krittel kéne leterítenie. Sajnos nem. Na, most megvan a krit. Ó, ramisten. Szerencsével ott tárgyalsz rögtön. Mondja kukába. Sajnos. Nézzük, itt van Bronco, a móka mester. Na, ide már el kellek én is. Elég jókat ütöget. Ahogy elnézem. 35. Ez 3 ütés egyébként. Hát, ha nem krittelek, akkor... ez 3 ütés egyébként. Akkor több. Akkor sajnos több. Na nézzük. Ez az túlélte, és megvan a krit. És még kellek ehhez is azért. Azért 12 millió, hát ez... bárhogy nézzük, megvan. És egy... egy minden ez adó epic. Arra mondjuk szintet fejlődök. Azt mondja, hogy 4,56 és jobb is. Na, ide el kellett ezek szerint a tárgy. Nagyon jó. Nagyon jó. Azt mondja, itt a 8-as van. Hát megpróbáljuk. Én azt mondom, próbáljuk meg. Bombám még van, akad. Na, 14. Jó nagy krittel le kellett volna teríteni, de hát és még mindig nincs meg, tehát még ennek a fegyvernek ugye az a hátulütője, hogy nagyon kicsit is tud ütni, ami kijön. Hát ez nagyon kár, ezt a lehetőséget nem szabadott volna elszalajtani. Mi mégis megtettük. Na jó, 17, visszatértem, még egy nagy krit, nincs meg, és gondolom leterít, így is van. Minimális HP-val, zseniális egyszerűen. Na, megvan, gyerekek, így van, ennyi, nem kellek hozzá. Azt hittem már benyel megint gombát, és várjuk az epiket, jaj. Nem akarja beadni nekünk az új epiket, nem akarja egyszerűen. Egyszerűen nem akarja beadni. Nagy lenne HP veszteség nélkül Kunigunda lehozna. Á, sajnos nem. Tag Life-ba nyomatná. De lehet csak egyet nyerbe. De így is van, egyet nyerbe. Hát ez nem új epic, már attól függetlenül jól néz ki. A felderítőnknek.
Jó, hát nézzük a 9-est. Ez egy mágus, azt hiszem. Ezt jól lenne leverni. Ez egy mágus ellen mi jobban indulunk. Hát itt ugye a crit lényeges. Itt nagyon-nagyon döntő a kritikus ütés. Hogy ő ne üssön, mi meg azért, ha ütünk, akkor ebből terülnie kéne. Ez gyakorlatilag meg lehetett volna. Csak nem terült le. Tehát most ő úgy gondolja, hogy ő krittel. Hát ez viszont hatalmas ütés volt. Hát a mágusom mit leművel itt. Ez jól lenne nem elszalajtani. Nagyon jó. Harcosnak kaptunk egy tárgyat, és egyszerűen csak a szintek jönnek, de az új epik egyszerűen nem kerül elénk. Na nézzük, a 10 per 10-esnek be kell adnia valamit. Feltéve, ha leverjük. Látom, el kellek hozzá. Hát, 40 millió. Sok. Micsoda ütés volt ez, láttátok? Hát ez hihetetlen. Na ez jó, itt a crit. Sajnos ez nem. És nem is ér túl többet. 31. Mivel crittel, így nem nagyon van meg. Két próbálkozás van. Jajjaj. Jajjaj. Na ez jó volt, ott a crit. Túlélte. Jó, 35. Ez eddig a legjobb. Kunigunda, jó lenne, hogyha ez nem szalajtanád el ezt a lehetőségünket. Jó lenne. Már meg fog halni. Meg is halt. 21, nézzük. Hú, de nagyokat üt, komolyan mondom. Miért vagyok ilyen gyenge? És hogy lehet erősebb a mágusom? Ja, közben kéne növelni szintet, tehát ezt azért jó lenne, ha realizálnám. 18 ezres. Értem, ma hogy a bánatban van annak annyi? Hogy a bánatban? Na most tényleg. Mondjuk 3 millió. Hát ez zseniális, mert nem erősebb a mágusom. Csak őt kéne támadni, vagy ide? Lehet több a... Ah, nem, ez nagyon erős, az a baj. Na, ide betámadjuk, nézzük. Hát ez... Nem volt valami fényes. Ettől függetlenül a mágus megint mit leművel. De egyszerűen ő menti meg a helyzetet. Mindenki olyan gyenge, mint a harmat. Kivéve a mágust. Engem is úgy leterít két ütésből, hát én csak ámulok. Na jó, sikerült egy pár szintet lépni, és egy pár epiket begyűjteni. Sajnos nincs meg a várva várt új epik. Egyébként van ez a német weboldal, ahol megtalálhatok az epikek, képek, minden van, hát németül van írva. De szerintem már be is vágtam, és a leírásba ott lesz a link, aki szeretné jobban megnézegetni őket, az megtehetés, illetve egyéb más hasznos dolgok is vannak azon az oldalon. Hát akkor én megköszöntöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!